Az emberek nincsenek azzal tisztában, hogy hogy kell adományozni. Nincsenek tisztában vele. Elhatározzák, hogy ők majd adnak, mert ugye az emóciók, meg a segítő szándék minden emberben van, ezt el kell fogadni. Csak a módját, hogy hogyan, azt nem igazán tudják. Elég nagy a keszekuszaság az adománygyűjtést illetően, ön mit tapasztal? Valóban nagy összevisszaság volt, olyan szempontból, hogy én is kaptam olyan telefonokat, meg olyan felajánlásokat, amivel igazából nem tudtam volna mit kezdeni, de rögtön az első naptól kezdve irányítottuk mi itt Dunaszerdahelyen a adományozást, olyan szempontból, hogy a városi médián keresztül, meg a egyéb csatornáinkon keresztül tudomására hoztuk az embereknek, hogy a leghatékonyabb segítség, hogyha a segélyszervezeteken keresztül adományoznak. Legalább olyan jó érzés adni, mint kapni, ugye ez régi igazság. Tehát aki szeretne adományozni a Dunaszerdahelyi Plébániai Karitászhoz, ha behozza, akkor biztos lehet, hogy ahová szánta, az oda kerül az az adomány, mégpedig válogatottan, tehát célirányosan. Vagyis mi megkérdezzük azokat a szervezeteket, vagy családokat, akik az ukrán menekültekkel, tehát az emberekkel foglalkoznak, hogy aktuálisan mire van szükség. Ilyen a bősi menekülttábor, vagy a nagymegyeri család, vagy akik a környező falukban befogadtak ukrán családokat, akkor a befogadó jön utánunk, és kér, hogy valamit adjunk. A gyűjtést pedig úgy oldottuk meg, minden munkanapon egy órát nyitva vagyunk, pontosan azért, hogy aki adományozni szeretne, ne kelljen neki máshoz igazodni, idehozza, leadja, mi azt még aznap vagy másnap juttatjuk tovább. Ön miben látja a legnagyobb problémát az adománygyűjtés területén? Az emberek nincsenek azzal tisztában, hogy hogy kell adományozni. Nincsenek tisztában vele. Elhatározzák, hogy ők majd adnak, mert ugye az emóciók, meg a segítő szándék minden emberben van, ezt el kell fogadni. Csak a módját, hogy hogyan, azt nem igazán tudják. Dunaszerdahelyen, hál' Isten, több segélyszervezet is van, tehát maga az önkormányzat is, ugye a szociális osztály, a Vöröskereszt, a Plébániai Karitász, polgári társulások, de ők is tudják a módját annak, hogy adományt hogy kell fogadni, és hogy kell továbbítani. Ilyen háborús helyzet, hál' Isten, nem adódott még eddig, de ebben a helyzetben meg kell tanulni minden családnak, hogy hogy kell adományozni, hogy célirányosan, amit kérnek, azt viszem, és nem a fölösleges holmit, amit otthon esetleg, ugye fölöslegesnek tartok. A esetek jó részében ide jönnek érdeklődni, megbeszéljük, és másnap, harmadnap hozzák az adományt. Most akkor főként ukránokat támogat az önök szervezete? A Dunaszerdahelyi Plébániai Karitász az előző években a Dunaszerdahelyi Plébániához tartozó rászoruló családokat támogatta. Ebből semmiféle hiány nem lehet, tehát továbbra is bejárnak hozzánk azok a családok, akik a mi belső nyilvántartásunkban mintegy 200 család szerepel, ők továbbra is hozzájutnak azokhoz az adományokhoz, amit eddig megkaptak, ha igénylik, sőt, hetente jelentkezik új család. Nyilván fölvesszük az anamnézist, elbeszélgetünk, hadd lássuk a hátteret, megbeszéljük a közösségbe, és utána rendszeresen ellátjuk az állandó klienseinket. Most ebben a felfokozott társadalmi közegben, mivel több az adomány, biztosítanunk kellett ugye a logisztika. Tehát raktárhelyiséget, időt, energiát, egyebet rászállni, mint segélyszervezetnek, de a több letet raktározzuk, és igény szerint fölkérésre, például az önkormányzattól kaptunk most fölkérést, például a bősi menekülttáborba szállítunk, és egyéb helyekre célirányosan a menekülteknek, amit a befogadó éppen nem tud nekik biztosítani, azt tőlünk el tudja vinni. Tehát akkor nem fordulhat elő, illetve nem figyelhető meg az a jelenség, hogy a környékbeli és illetve az itt élő rászorulók ne kapjanak adományokat, ugye? Ez kizárt dolog, mert mi ő miattuk hoztuk létre a Karitászt, tehát kizárt dolog, hogy ő nekik ne jusson,
Hát nyilván van olyan, hogy nem tudunk éppen abban a pillanatban adni, amikor igényli, de viszont a klienseink pontosan tudják, hogy mi állandóan ugyanazon a helyen, ugyanazon körülmények között működünk, osztunk, tehát ha éppen aktuálisan nem abba az órába kap, akkor esetleg egy-két nap, vagy hát jó pár nap után, de mindenképpen. Kilenc éve működtetik ezt a segélyközpontot, most viszont rendkívüli helyzet van. Mit tapasztal? A mieinknek nagyon akarunk jobban segíteni, és nagyon sok olyan család van, hogy mind a ketten munkanélküliek maradtak, van 8-10 gyerek, no de már egy hónapja ez a különleges szituáció, ami van, úgyhogy egyszerűen mink úgy döntöttük, hogy ezeknek a ukrajn emberkéknek nagyon szívesen szeretnénk segíteni ugyanúgy, és úgy döntöttünk, hogy csak 4-ig leszünk mindig nyitva, és a 4-től 4:30-ig, vagy ameddig kell, szükség van, akkor ki vagyunk nyitva, és ők jönnek, és ők ugyanúgy választhatnak azokat a legfontosabbakat, amik kell nekik minden héten. Nagyon remélem, hogy egy kicsit tudunk nekik olyan örömet szerezni avval, hogy nem kell mindig csak egybe járni. Láttuk kint, hogy kígyóznak a sorok. Mennyien vannak itt naponta körülbelül? Hányan fordulnak meg? Körülbelül a mieink, akik járnak, az valamelyik nap olyan, hogy van csak 10-en, de vannak olyan, hogy 20-25-en is. Na és most, ahogy kezdtek ezek a ukránok járni, akkor kedden például voltak itt 28-an, fél óra alatt. Honnan mindenhonnan jönnek ezek az ukránok, és honnan szereznek önökről tudomást? Én rögtön, ahogy úgy döntöttünk, hogy tényleg akarunk nekik segíteni, akkor a városháznán voltam, kezdték reklámozni, plagátok vannak csinálva, úgyhogy, és én gondolom, hogy úgy, mint valamikor a meséket a nagymamák mondták szájról szájra, hogy ugyanúgy egymásnak ők továbbadják ezeket a információkat, és látom, hogy tényleg máma többnyire mindenki olyan volt, aki új volt itt, hogy nem voltak itt kedden, és máma körülbelül, ahogy összeszámoltam gyorsan, 15-18-an lehettek itt megint. Én tanítok, és nálunk a óvodában is van már egy kislány, és ami a legfontosabb neki, naponta hozzám jön, és százszor átnyalából.